Sziasztok, Skorpió! Köszöntelek a csatornámon, Attila Taró. Először is szeretném megköszönni azoknak, akik már nézték, láttátok a videóimat, és lájkoltátok, megosztottátok, különösképp, ha feliratkoztatok. Nagyon-nagyon hálás vagyok érte. Ha most látod a videómat először, akkor viszont köszöntelek, nagyon örülök, hogy megtaláltál. Ebben a videóban azt fogjuk megnézni, hogy milyen energiákat várhatsz májusban, a pénz, karrier, valamint az anyagiak területén. Mint általában ez egy általános kirakás, így figyelj arra, ami rezonál, és engedd el a többit. De kezdjünk is bele. A kirakásod közepén a kelyhek hatos kártyája áll. A kelyhek hatos egy pozitív kártya, általában nosztalgiát jelent, jó érzést, kellemes érzéseket, kellemes emlékeket hoz vissza. Lehet, hogy ez gyerekekkel kapcsolatos kártya is, tehát lehet, hogy a gyerekekkel dolgozol. Néhányatoknak ez kreativitást is jelent, tehát lehet, hogy valamilyen kreatív területen dolgozol. De általában ez a kártya akkor jön elő, amikor valami úgymond befolyásol a múltból. Ez lehet egy régi ismerős, egy lehet egy régi munkahely, egy régi üzlettárs, tehát van, ami úgymond visszaköszön a múltból. De nézzük, hogy milyen más kártyák vannak. Az első kártya a kardok 8-as. A kardok 8-as általában azt jelenti, hogy valamit nem látsz tisztán, valami körösíti azt, ahogy látod a dolgokat. Ez igazán lehet az az élmény, amikor úgymond nem látod a kiutat egy helyzetből, lehet egy olyan munkahelyen, üzletben vagy, ahonnan nem tudod, hogy hogyan menj tovább, vagy egy olyan helyzetben vagy, ahonnan nem látod a kiutat. De általában ez a kártya azt jelzi, hogy a probléma igazán a gondolataink területén van, tehát igazán könnyen ki tudsz kerülni ebből a helyzetből. Mivel itt van a kelyhek hatos, így lehet, hogy van valami a múltból, ami úgymond zavar, ami ködösíti a látásodat, amitől nem tudsz szabadulni a múltból. De nézzük, hogy mi van még itt. A következő kártya a kardoknak a királya. A kardok királya általában egy idősebb, tapasztalt férfit jelent, aki nagyon strukturált, rutinos, logikus, és nagyon őszinte a kommunikációjával. Nagyon nagy elvárásai is van, tehát itt ez jelenthet téged, jelenthet egy embert, akinek ez a tulajdonságai vannak, lehet, hogy valaki a múltból ezzel a tulajdonsággal rendelkezik, de lehet az is, hogy igazán ahhoz, hogy kikerülj ebből a bezárt helyzetből, a logikát kell használnod ahhoz, hogy végig gondold a helyzetet és tisztán láss. A következő kártya a botok királya. A botok királya az általában egy nagyon energetikus, tapasztalt, optimista és magabiztos, valamint barátságos embert jelöl. Ez ugyancsak jelölhet téged vagy valakit az életedből. De általában ez egy olyan embert jelent, aki úgymond egy született vezető. Tehát lehet, hogy egy saját vállalkozásod van, saját vállalkozáson gondolkodsz. Mindenképpen annak a jele, hogy a munkaterületén általában jól mennek a dolgok. Ez jelenteti azt is, hogy valakitől tanácsot adsz, tanácsot kapsz. De általában a kártya azt jelenti, hogy megvan az összes tapasztalatod, az összes minden képességed ahhoz, hogy sikeres legyél. Ez egy nagyon jó kártya abban az esetben, ha a saját üzletedet szeretnéd elindítani. És általában azt is jelzi, hogy úgymond újítani kell ahhoz, hogy az üzletben sikeres légy. De nézzük a következő kártyát. A következő kártya a mágus, a varázsló, ami a másik kártya, ami azt jelenti, hogy megvan az összes képességed ahhoz, hogy sikeres légy, az összes
úgymond eszközöd megvan, amit ahogy látod, és igazán végtelen lehetőségek vannak előtted. Ez általában jelentheti azt is, hogy valami új, új lehetőség jön az életedbe, amikor ez a kártya megnyílik, ez egy nagyon jó idő arra, hogy előreléptessenek, vagy pedig a saját üzletedet kezd el. Mivel itt van a botoknak a királya, szerintem ez igazán inkább azon a vonalon megy, hogy a saját vállalkozásodba kezd. De valamint dolgozol igazán, valamit próbálsz manifestálni, de lehet, hogy a gondolataid ködössége úgymond blokkol ebben. Lehet, hogy valami a múltból túl sokat gondolsz rá, és amiért nem tudsz tovább menni, de igazán a kártya azt mutatja, hogy megvan mindened ahhoz hogy mindened megvan ahhoz, hogy sikeres légy. És logikusan kell végig gondolnod a helyzeted. A következő lap az érméknek a négyese. Az érmék négyes általában azt jelenti, hogy ez az ember elért nagyon sok mindent, sok pénze van, pénzügyileg stabil, de általában annak a jele, hogy úgymond túlságosan próbál hozzá ragaszkodni ahhoz, amit elért. És nagyon fél attól, hogy el fogja veszíteni a pozícióját, a helyzetét, a pénzét. Tehát itt nagyon fontos, hogyha ilyen gondolataid van, akkor ezt igazán engedd el, mert nem akarod azt bevonzani. Tehát lehet, hogy itt igazán egy olyan pozíciót értél el, ami pénzügyileg nagyon jó, és az, annak attól való félelem, hogy azt elveszted, az nem enged abban, nem enged téged tovább fejlődni. Tehát gondolj végig, hogy mi a jelenlegi helyzeted. Jelenthet azt is, hogy úgymond ragaszkodsz több mindenhez, ragaszkodsz a kliensekhez, de lehet az is, hogy úgymond valaki visszatart valamilyen információt tőle. Tehát lehet, hogy valaki a múltból visszatart valamilyen információt, ami nem engedi, hogy tisztán láss és úgymond blokkol. Tehát gondolj végig, lehet, hogy valakinek a tanácsát kell kérned ebben a helyzetben, de nézzük, hogy hogyan folytatódik. De előtte ne felejtsd el megosztani, lájkolni valamit, feliratkozni. Az nekem jel arra abban a tekintetben, hogy az üzenet rezonált, és segít abban is, hogy növeljem a csatornát, valamint abban is segít, hogy az üzenet eljusson minél több emberhez. De folytassuk. A következő kártya a kardoknak a királynője. A kardok királynője az egy általában idősebb bölcs nőt jelképez, és érdekes, hogy itt van mind a kardok királya és a királynője. A kardok királynője általában jelenthet megvilágosodást is, jelenthet valamilyen konstruktív visszajelzés, tehát lehet, hogy kapsz egy tanácsot egy idősebb női energiától, nőtől, ami úgymond segít abban, hogy tovább lép, és hogy megvilágosodást nyer. Tehát ez a tanács valószínűleg egy olyan tanács, amit meg kell fogadnod. A következő kártya az erőkártyája. Az erőkártyája az nagyon jó, mert azt jelzi, hogy magabiztos vagy, bízol önmagadban, megvan az energiád, erőd ahhoz, hogy sikeres legyél, és igazán azt is jelzi, hogy úgymond bátor tettekre vagy képes olyanra, amit mindenki megbámul. És nézzük, hogy mi a végkimenetele, a nap, ami a legpozitívabb kártya a tarotban, tehát itt az általában a sikerkártyája, az a boldogságnak a kártyája és a magabiztosságnak a kártyája jelenthet új lehetőségeket, ami bejön az életedbe, és igazán ezek nagyon-nagyon jó kihatással vannak. Tehát amit én látok itt, hogy van egy olyan van egy pár lehetőség, amit próbálsz megteremteni, lehet, hogy azon gondolkozol, hogy úgymond a saját vállalkozásodat elindítsd, de vannak bizonyos félelmeid,
ami gátol abban, hogy ezt úgymond elindítsd. Szerintem hallgass valakinek a tanácsára, aki bölcsebb nálad, de igazán én azt látom, hogyha logikusan végig gondolod a helyzetet, minden képességed megvan ahhoz, hogy sikeres légy, igazán azt kell elengedned, hogy nem ragaszkodsz túlságosan a jelenlegi pozíciódhoz. A kártyák alján a kardok 9-es van, ami általában azt jelenti, hogy nagyon idegesek vagyunk, nem tudunk aludni, tehát itt szerintem igazán ez arra azt mutatja, hogy próbáld elengedni az idegességeidet, és fókuszálj arra, hogy eleget alszol. Kedves skorpiók, igazán ennyi van számotokra. Remélem, hogy ez az üzenet rezonált, és újra láthatlak.